az egész ország lázban égett most az elmúlt hetekben, de főleg a Jimmy rajongók. Az RTL klubból ment a sorozat, ami 10 részből állt, és Zámbó Jimmy életét mutatta be. A színpadon a király! Ami összetört még, megjavulhat, én elhiszem talán, ha a szárnyaló idő beront a szívem ablakán. Akkor lőjél. Most azok, akik ismerték a Jimmy-t, azok nem ismerték föl teljes mértékben ebből a filmből, tehát nekem is egy hiányérzet maradt bennem, mert ugye nem teljesen olyan volt, és nem is olyannak mutatták be, mint amilyen valójában volt. Én úgy gondolom, hogy az alkotók ott tévedtek, hogy nem beszélgettek a családtagokkal, a barátokkal, mert akkor sokkal hitelesebben lehetett volna ábrázolni Jimmy-t és Jimmy jellemét. De minden esetre a film úgy összességében azért nekem tetszett, én is minden héten izgalommal vártam, hogy na vajon az életéből milyen eseményt fogunk látni, megismerni, és azt is izgalommal vártam, hogy hát ha olyan események is lesznek a sorozatban, amelynek én vagy az én ismerőseim is részesei voltak, de hát ez azért kimaradt a filmből. Volt egy-két jelenet, ami köthető de hozzánk, de abba sem említettek meg senkit. Nem tudom, hogy ez az alkotóknak így volt az elképzelése, hogy érzékenyen ne bántsák az ismerősöket. A család ettől függetlenül felháborodott, mert nem tetszett nekik az, hogy mutatták be őket, és ugye úgy tudom, hogy ebből még perek is lesznek. Minden esetre az 1980-as éveket azt nagyon jól mutatta be a film. Az a hangulat, ami akkor uralkodott Budapesten, az egyedülálló volt a Európában szinte. Rengeteg turista jött csak azért, hogy lássák a budapesti éjszakai életet. Nagyon sok ilyen éjszakai bár volt, ahol táncos lányok voltak, varieté műsor volt, és az egyik ilyen éjszakai bár volt a Casanova, ahol Jimmy játszott és énekelt, és gyakorlatilag ahonnan kiindult és sztár lett. Az éjszakai életben annak idején mindenki ismerte egymást, így én is akkoriban ismertem meg Jimmy-t, akkor még nem egy olyan szoros baráti kapcsolatban kerültünk, mint ahogy később, de a 94-es, tehát a 90-es évek közepén találkoztunk egy-két rendezvényen, és akkor sokat elbeszélgettünk, és sok minden közös dolog volt bennünk. Többek között az is, hogy ugyanabban a kórházban születtünk. A Péterfi Sándor kórházban született ő is, meg én is. És hát ezeken így elpoénkodtunk, mert hogy a Hernád utcai iskolába jártam én is, ő is, de hát nyilván jóval később. És aztán elmentem a fellépésére, és akkor láttam, hogy milyen megasztár. Tehát Budapesten, Magyarországon ilyen nagy léptékű sztár nem volt. Pedig Korda Gyuri, vagy Kondzs Zsuzsa, és sorolhatnék még egy-két énekest, akik ugye évtizedek óta a showbiznisznek az első sorában vannak, de mégsem tudták azt a hangulatot, azt a örjöngést, azt a rajongást kiváltani a közönségből, amit Jimmy tudott. A filmben úgy mutatták be, hogy ő egy durva, bunkó, nagyképű, flegma ember, nem ilyen volt. Tehát azok, akik közelről ismerték, azok tudták, hogy egy nyílt szívű, óriási szíve volt. Nagyon sok mindenki belefért az ő szívében, és egy segítőkész
jó fiú volt, akkor, mikor jól ment a szekér, akkor segítette a családját, segítette a környezetében lévő embereket. Egyébként egy jó apa volt, annak ellenére, hogy sokat éjszakázott, de nagyon szerette a családját. Volt egy-két olyan esemény, amiben közösen, tehát amiben én is részt vettem, például amikor ő meghívott az ő rendezvényére, visszahívtam az utcai harcosok rendezvényére. Az utcai harcok az olyan, mint ma az MMA, kézláb harc volt, és a Jimmy ezt imádta, ezeket a küzdősportokat. Többször volt a zsűrinek a részese, többször adott át a versenyzőknek serlegeket, szóval ezért rajongott ezért a sportágért, és hát rajongott a fegyverekért is. És hát a film ezt jól bemutatta, amikor egyszer voltak a három királyok fellépni Miskolcon, ott összevesztek a Jimmy meg a Pataki Attila, ugye a három királyok az a Pataki Attila, Lagzi Lajcs és a Jimmy, és az volt a vita tárgya, hogy kizárja a műsort. És hát a Pataki Attila szerette volna zárni, hiszen aki zárja a műsort, az aratja le tulajdonképpen a sikert és a sikereket. És joggal elvárhatta volna Attila, hiszen idősebb volt Jimmynél, miskolci gyökerekkel rendelkezett, de Jimmy ebben nem nyugodott bele, előkapta a pisztolyát, és az Attila homlokához tartotta, és ebből egy oltári nagy ribillió keletkezett. Akkor hívott fel a Lagzi Lajcsi kétségbe esve, és mondta, hogy Péter, gyere, segítsél, mert terát hallgat, és itt óriási nagy botrány lesz, ha ezt a Jimmy nem hagyja abba. Próbáltam is beszélni, illetve nem próbáltam, beszéltem a Jimmyvel telefonon, szerintem megnyugtattam, és aztán végül ez a konfliktus valahogy elült, de attól kezdve már nem volt ugyanolyan jó a kapcsolat a három király között, mint ahogy korábban. Aztán volt olyan is, amikor a Balatonon voltunk, Balaton főváros, a Siófok, nekem ott volt egy négycsillagos exkluzív szállodám, oda nagyon sokat jártunk le együtt, oda szerveztem bulikat is, ahol föllépett a Jimmy is, meg több más ismert művész barátságból, és hát az éjszakában sokat csajoztunk. Ami nagyon bántotta a Jimmyt az, hogy egyszer egy újság lehozta, hogy ő a világ legrondább nője, ez nagyon szíven ütötte. Lehet, hogy nem a legszebb férfi volt, de viszont a nők imádták. Vele nagyon jó volt elmenni az éjszakába csajozni, ott dőltek a legjobb nők, a táncos nők és a manökenek, a modellek. Úgyhogy igaztalanul sokszor bántották Jimmyt, és sajnálom, hogy ilyen rövidre sikerült az élete, és a családját mindenképpen meg kellett volna hallgatni és megkövetni, mert úgy sokkal hitelesebb és igazabb lett volna ez a film.